A diákok több mint fele elszenvedi a tanulmányai alatt az iskolai erőszak valamilyen formáját. A gyermekek közötti erőszak megfékezésére hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk Mozgalom elnök helyettese Duró Dórával beszélgetünk a bántalmazásról, a következményekről, és persze ami a legfontosabb, a megelőzésről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát azt hiszem, hogy a legutóbb a nádudvari eset kapcsán robbant ki ezzel kapcsolatban, nevezzük így botrány. Ennek kapcsán szólaltak föl, vagy ez voltak indítók? Ez most újra ráirányította a figyelmet arra, hogy egy létező problémáról van szó, ami egyébként az iskoláknak és a gyerekeknek a mindennapjaiban is jelen van, és azért gondoltuk úgy ennek az esetnek a kapcsán, hogy ismételten felhívjuk arra a figyelmet, hogy bőven lenne tennivaló. Ugye az egyes konkrét esetekben nagyon sok mindenkinek felmerül a felelőssége, és minden eset más a maga nemében. Nyilván a szülőknek a felelőssége nem megkerülhető, az iskolának is szükséges, hogy valamilyen mértékben, amilyen mértékben lehetősége van, próbálja meg tompítani, megelőzni ezeket az eseteket, de az, hogy például a pedagógusoknak szakmai segítséget nyújtsunk, abban például a kormánynak is van felelőssége. Egy gyermekbántalmazás is pont egyel több annál, mint amennyi megengedett lenne, ez az én személyes véleményem. Arra lennék inkább kíváncsi, hogy valójában növekedtek a gyermekek közötti abúzusok Magyarországon mondjuk az utóbbi egy-két évben, mondjuk akár ahhoz képest, ami volt 10 évvel ezelőtt, vagy egyszerűen annak köszönhetően, hogy ma már a technikának, az elektronikus rendszereknek, a közösségi hálónak köszönhetően ezek sokkal látványosabbak, csak egyszer jobban szem előtt vannak. Átfogó felmérés 2009-ben készült legutóbb, amikor az oktatási jogok biztosa készített egy ilyet, ez egy országos kiterjedésű és nagyon magas szakmai színvonalú felmérés volt. Azóta ez sajnos nem ismétlődött meg, holott jó lenne, hogyha valóban, ahogyan ön is mondta, akár egy idősoros elemzést tudnánk arról készíteni, hogy hogyan változott a helyzet, azóta csökkent vagy növekedett, mely régiók, mely iskolatípusok azok, amelyek jobban érintettek, és ahova a segítséget kellene sokkal inkább koncentrálni. Az, hogy a virtuális térben is megjelent az erőszak, ez nyilvánvaló, érzékelik a szülők is, érzékelik az iskolák is, és erre más típusú válaszokat kell adni nyilvánvalóan, mint a régebbi hagyományosabb vagy személyesen történő erőszakra. Ez is most már a részletet ki kell egészíteni a segítségnyújtást erre vonatkozóan. Igen, ugye ez is személyes, meg hagyományos, csak annyi, hogy mindenki számára látható. És már elérhető, látható, tapasztalható. Igen, emlegette azt, hogy a szülők mellett az iskolának is van felelőssége. Valamilyen programokkal lehet azért segíteni, mert azért látom, hogy a rendőrség is próbál valamit ebbe belefolyni, pedagógusokat is bele tudják húzni, de hát azt is mondták, hogy pénz kell ehhez. Ez pedig nyilván tovább képzéseket jelent. Így van. Elsősorban azt látjuk, hogy a pedagógusok részéről óriási igény van arra, hogy a konfliktus kezelésben, az iskolai erőszak megelőzésében kapjanak szakmai segítséget. Az erre vonatkozó pedagógus továbbképzésekre nagyjából 10-szeres a túljelentkezés, és egyébként az oktatás teljes költségvetéséhez képest fillérekből megoldható legyen, hogy ne csak a tanároknak a 10%-a jusson hozzá ehhez a szakmai segítséghez. A kormánynak komolyabban kellene vennie ezt a helyzetet, hiszen ahogy a felvezetőben is elhangzott, minden második gyermek érintett valamilyen módon, vagy verbális, vagy tetlegességig fajuló erőszakban az iskolában, és ezért a tanárok is nyilván igénylik azt, hogy ebben hatékony segítséget tudjanak nyújtani. Azt gondolom, hogy néha szülőknek se ártana valami hasonló. Hát sőt, mindig minden a szülőktől indul nekem, ez szent meggyőződésem. Valóban, ahogy említettem, a szülők felelőssége nem megkerülhető ezekben az esetekben, és általában, hogyha nem is konkrét ítéletet mondunk valaki fölött, de azért minden esetben kiderül, hogy a szülőknek azért jelentős felelőssége van. Nem lehet az iskolákra és a pedagógusokra hárítani az egész kérdést, azonban mivel ők nagyon sok időt töltenek a gyerekekkel, ugye többet, mint a szülők, hogyha az alvást leszámítjuk, akkor azért látható, hogy ők is nagyon fontos szereplői ennek. Ráadásul, hogyha azokban a családokban, ahol a szülők mondjuk nem veszik komolyan ezt a kérdést, vagy nem foglalkoznak eleget a gyerekekkel, ott különösen fontos, hogy a pedagógusok érzékeltessék velük, hogy a konfliktus kezelésnek nem ez a módja. Igen, milyen más megoldási javaslatuk van erre a problémára? Ugye egyrészt akkor a pedagógusok konfliktuskezelési képzésre, nevezzük így, hogy erre több támogatást lehetne nyújtani. Másrészt a rendőrségnek is vannak kifejezetten fiatalkorúakat célzó programjai, amelyre tavaly csak 130 millió forint támogatást adott a kormányzat, ez pályázati rendszerben működik. Erre itt is a beérkezett igények nagyjából 1 milliárd forintra rúgnak, tehát itt is egy nagyjából 10-szeres szorzó az, ami megállja a helyet.
helyét, tehát itt is azért bőven van tovább lépési lehetőség. Másrészt pedig azt, amit említettem, hogy lássuk a helyzetet, ahhoz meg kellene ismételni vagy azt a mérést, amit az oktatási jogok biztosa készített, vagy egy hasonló nagy kiterjedésű országos mérésre szükség lenne. Ne haragudjon, nem tudom megkerülni a kérdést, három kisgyerekes szülő ül most itt ebben a kis karéban. Ön szerint a szülők mélyrehatóban is tudnak a gyerekekkel foglalkozni, akkor valamelyest ezeket az abuzusokat meg lehet előzni? Nyilván a szülőknek döntő felelőssége van, és nem csak a szülőknek, hanem az egész családnak és annak a környezetnek, ami otthon körülveszi a gyerekeket. Az, hogy a gyermek mit lát otthon, hogy a szülők egymással hogyan oldják meg a konfliktusokat, vagy akár a gyermekkel való konfliktusokat, az nyilván a gyermekre elsődleges hatással van. Tehát a család védőhálóként is tud működni, hogyha jól működik. Másrésztről pedig, hát, hogyha azokat a mintákat otthonról hozza, amit az iskolában ugye megismétel, akkor sajnos a családi környezet még ront is a helyzeten. Hát igen, meg ugye fölmerül valóban az, hogy otthonról hozza ezeket a mintákat, vagy megint csak az, hogy amit lát a közösségi felületeken, a különböző videó megosztókon, mert hogy azt látjuk, hogy egyre extrémebb és egyre durvább dolgok kerülnek fel az internetre. E tekintetben pedig a szülők felelősségére ismét fel kell hívnom a figyelmet, tehát nagyon sok szülő nem is tudja, hogy a gyermeke miket néz, vagy miket lát az interneten ezekben a közösségi felületeken, és ezért különösen fontos lenne, hogy tudatosan használják egyrészt a gyermekek is ezeket a felületeket, másrészt a szülők pedig a gyerekek életkorának megfelelő tartalmakat, és olyan tartalmakat engedjenek nekik nézni, ami az épülésükre szolgál, nem pedig az ilyen agresszív, és aztán később az ő lelkükben is roncsolást okozó felvételeket. Azt gondolom, hogy van mit tenni még a témában, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget.